Hatalmas felháborodást váltott ki Olaszországban az a videó, amely bemutatja, milyen embertelenül bánnak a menekültekkel Lampedusa szigetén. A képeken az látszik, hogy a férfiaknak mesztelenül kell felsorakozniuk a hidegben fertőtlenítésre. A felvételt egy bevándorló készítette mobiltelefonnal, és a Rai Due köztévé mutatta be hétfő éjjel. A riportban megszólaló egyik menekült, Khalid azt mondta, úgy bánnak velük, mint az állatokkal. Enrico Letta miniszterelnök elismerte, hogy a képek sokkolók, őt magát is megrendítette a látvány. Azt ígérte, hogy a kormány alaposan kivizsgálja a történteket, és megbünteti a felelősöket. A római képviselőház elnöke szerint ez a megalázó bánásmód méltatlan egy civilizált országhoz. Ennél is keményebben fogalmazott Lampedusa polgármestere, szerinte a befogadó állomás olyan a videón, mint egy koncentrációs tábor, és ez egész Itália szégyene.